Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Tudom, hogy nagyon sok embernek nem nagy problémája az, hogy túlsúlyos, és szeretne fogyni, lehetőleg minél rövidebb idő alatt, minél többet, és azonnal gyorsan. Hát én garantálom bárkinek, hogy bármennyi túlsúly van rajta, 30 nap alatt 30 kilót eltüntetek róla. Mindenféle csodaszer, mindenféle komolyabb edzés, és mindenféle nagy tudományosság nélkül. Titkot is elárulom, ne egyetek. Ilyen egyszerű az egész. Nem fogtok meghalni. Nem lesztek annyira betegek, se csak egy picit. Azt javaslom mindenkinek, hogy folyadékot bőven igyom, eszegessen húslevest 30 napig, és szépen pár kiló ide-oda, ez ha jelentős túlsúly van rajta, ez a 30 kiló el fog tűnni. De, hogy fordítsuk komolyra egy picit a szót, ezt a videót azért csinálom, mert orba-szájba látom edző kollégák, fogalmazzunk így, posztjait, amikor úgy csinálnak maguknak reklámot, ugye már erről beszéltem, írtam, posztoltam, ugye, hogy Pisti előtte, utána. És akkor azt látod, hogy Pisti, tegyük fel, mondjuk 145 kiló kövér az előtte képen, és oda van írva, hogy 3 hónap múlva Pisti 110 kiló az utána képen, és hogy Pisti milyen marha ügyes, milyen marha tudtok együtt dolgozni, milyen akaratereje van, és hogy te edzőként ezért mennyit tettél. Én akkor nézem ezeket a képeket, és mindig így ledöbbenek, mert van olyan, ahol látszik tényleg a szakértelem, és látszik, hogy Pisti valóban ledobott elég sokat, ha nem is 30 kilót, de mellette ugye a punnyadság helyett rengeteg izom fűtött rá fel, ugye a testzsír százalék csökkent, és tényleg valóban eltett 3 hónap alatt, ha nem is csoda, azért az nem megy, de valamennyit változott Pisti teste. Viszont amikor azt látom, hogy annyi történt, hogy Pistiről lett borotválva a szőr, el lett küldve Szoliba, lett neki borostája, mellette más a frizurája, és akárhogy meg van photoshopolva az a rohadt kép, látszik, hogy lóg a bőre, mint szegény sárpely kutyán a fölösleg, akkor azért elgondolkodom, hogy Pistit még kell hülyére venni, meg az embereket is, akik esetleg szeretnének fogyni, és szeretnének ehhez szakmai tanácsot kérni. Hát röviden, amit el fogok mondani, ez nem csak az én véleményem, utána lehet olvasgatni. Ha te 3 hónap alatt 30 kilót fogysz, az minden csak nem egészséges dolog. Az egy dolog, hogy a bőröd, mondom, olyan lesz, mint a sárpejé, tehát össze-vissza lehet hajtogatni, akármennyire fiatal vagy, és akármennyire rugalmas még a bőrszerkezeted, ezt a fajta tágulást, összehúzódást, az semmilyen bőr nem képes követni és elviselni. Tehát mindenképpen lógni fog a bőröd, ami mondjuk egy viszonylag fiatal, vagy akár nem is annyira fiatal nőn, férfin, marha, ronda, csúnya látvány, főleg nyáron a strandon, biztos láttatok éván ilyet, amikor valaki, ugye, főleg a hastájékon, hölgyeknél a mellni résznél, a férfiaknál háton is látszik ez, hogy a redőnyökbe lóg a bőr. Ez nem azért van, mert neki annyira szar a bőre, hanem mert kurva hirtelen fogyott. Azt szokták mondani, hogy a mi optimális fogyás, és nem testépítő edzésekről beszélek, mert nem különböző ilyen hirtelen versenydiétákról, az havi 2-3 kiló. Tudom, hogy ez most így hülyén hangzik, mert te gyorsabban szeretné fogyni, de akkor is ez az egészséges, nem csak a bőrödnek, hanem az egész szervezetednek. És ami sokkal-sokkal fontosabb, ezek a marhanagy fogyások, ezek általában egy ilyen, ezt mi hiszik, ilyen jó effektusnak jellegű. Tehát tegyük fel, hogy ledobod a 30 kilót 3 hónap alatt, és ha nem követed ezt a fajta spártai életmódot, ez a fogyás ugye kért, előkövetelt, és nem fogod követni, mert az életednek az összes komfortérzete az nem jön nullába, tehát olyan szinten kell megfognod a kaját, meg olyan szinten alakult át az egész élet, a mozgástól kezdve minden, hogy nem fog menni, mert semmi örömöt nem fogsz találni az egészben, azon kívül belenéz a tükörbe, és látod, hogy valóban fogytam, de mellette vizet eszek fűvel, hogy előbb-utóbb jön egy csalónap, kettő csalónap, majd csalóhét, csalóhónap, és nem 30 kg, hanem 40 kg pluszba vissza fog jönni rá. Tehát ez ilyen 90%-ban igaz szokott lenni, hogy szinte senki nem tudja ezt megtartani. Tehát amikor a edző kollega ezzel reklámozza magát, ez felesleges beenni. Ahhoz, hogy te fogyjál, nem feltétlenül kell edzened.
Nem akarok itt profán, meg rossz szájízű történelmi témákat előhozni, de sajnos a világtörténelemben van olyan példa rengeteg, amikor bebizonyosodik az, és nem csak különböző táborokra gondolok, hanem akármilyen helyzetre, amikor nincsen kaja, akkor nagyon kevés a kövér ember. Mondom, ezzel nem poénkodni akartam, csak hogyha lássátok az arányokat, körülbelül arról beszélek, hogy ha az ember nem eszik, vagy nagyon keveset eszik, és abból is ugye nagy részt azért ilyen folyadék jellegű dolog, akkor igenis el fog fogyni, ha tetszik, ha nem. Tehát ez nem egy nagy dietetikus szakkönyvből van véve, hanem kurva egyszerű, ez egyszerű biológiai tény. Tehát igenis, ha az ember nem eszik, akkor soványabb lesz. Nyilván, ha olyan szinten csinálgatod a kajádat, hogy mondjuk nem eszel egész nap, és este hirtelen bezabálsz, akkor valószínűleg nem fogyni fogsz, hanem hízni, de ez egy más dolog, erről már beszéltem, hogy raktároz a szervezet, hogy nem erre térek ki. Tehát ha nagyon-nagyon kevés kalóriát viszel be, és ez egyre jobban csökkented, és tényleg csak vegetál a szervezeted, akkor biztos, hogy fogyni fogsz. Ugye biztos hallottatok már az anorexiásokról, náluk is jön ez az egész, betegesen ugye sovány képük van, mindig kövérnek gondolják magat, és végén már csak tényleg folyadékon élnek. Tehát el lehet ezt érni. Tehát ha valaki nagyon le akar fogyni, el lehet érni. Az egy más kérdés, az egészséget is tönkreteszi. És mondom, ez felháborít, mikor edzők ugye ezzel jönnek, hogy ők milyen kurva jó szakemberek, hogy Pisti ledobta azt a 30 kilót 3 hónap alatt. Tehát még egyszer, ahhoz Pisti kérem, hogy azt a 30 kilót ledobt 3 alatt, teljesen feleslegesen fizettél az edzőnek x 1000 forintot, mert ha szépen otthon ülsz a tévé előtt, és iszogatod szépen a kis gulyás leveskédet, hús nélkül, minden nélkül, csak a belefőtt zöldségekkel, meg mellette ugye minél többet pisisz, kakisz, akkor ugyanúgy le fogsz fogyni. Mindenféle edzés nélkül. És főleg, amikor azt látom, hogy mondtam neked, hogy Pisti valóban ledobta a 30 kilót, viszont egy deka izom nincs rajta, semmi. Tehát maga az edzés minőség is, amit végeztettek vele, egy szar. Azért azt tudomásul kell venni, hogy amikor valaki elkezd edzeni, főleg egy konditerembe, edzővel, mindenképpen fel fog gyorsulni az anyagcseréje. Mert főleg, ha előtte nem sportolt semmit nyilván. Tehát fel fog gyorsulni az anyagcseréje. Mindenképpen valamennyit fogyni fog, igaz, hogy többet fog enni, de ha nem is fog fogyni, akkor is a test szerkezetének, a test zsírszázalékának a mennyisége át fog alakulni. Mindenképpen több lesz az izom, ha jó az edző, meg jó az edzés. És ugye kevesebb a zsíradék, és mivel az izom azért elég nehéz dolog, tehát nem biztos, hogy a súly feltétlenül le fog menni. Viszont ha ránéz az ember a palira, akkor látja, hogy a hölgyre, akkor látja, hogy teljesen mások az arányok, és az ember később, amikor megfogdossa magát, akkor nem ezt a zsíros masszát fogja érezni, hanem kicsit valami keményebb dolgot. Ugye ez hosszabb folyamat, azért 3 hónap alatt csodákat nem lehet tenni, úgyhogy ha valaki odajön, és akkor egy testépítő bajnok néz vissza 3 hónap múlva, ezt el kell fogadni mindenkinek. Viszont elő lehet lépni. Ha viszont ilyeneket láttok, szerintem ezt kurvára fejlesítsétek el. Nem beszélve arról, mikor azt látom, megint edző kolléga, jön a túlsúlyos emberke, mindegy hölgy fiú, és azzal kezdi, hogy főbassza a futópadra, hogy öcsém, te úgyis dagadt vagy, nyomjad egy 20 percet, mit tudom én, milyen 140-es púzus számmal. És amikor másfél perc után az emberke lefordul a padról, infarktus közeli állapotba, 190-es vérnyomással, akkor csodálkozik a képzett edző, hogy mi a lófasz van. Tehát azért gyerekek, ez így nem fog menni, hogy elhanyagoljátok a testeteket hosszú-hosszú évekig. Majd megnéztek egy ilyen csoda Jancsit, személyi edzőt, életmód tanácsadót, és ott tököm tudja, még 28 darab felsorolt végzettséggel, ami persze semmi nincs belőle, és ő belőletek 3 hónap alatt egy modellalkotó táncos nőt, vagy pedig egy Herkulest fog csinálni. Tehát ez a mese része. Az, hogy lefogyaszt téged azzal, hogy megmondja, hogy ne egyél, és szarrá ugráltat minden egyes edzésen, elmagyarázza neked heti 7 napból 7-szer edzened kell. Persze ez egyedül neki jó, mert ugye tagad a pénztárcája, és te ezt belegeled, és mindenféle regenerációs idő nélkül, mindenféle pihenő nélkül orba szájba aerobikozol ott vele a közel 40 kg túlsúlyoddal, akkor olyan beteg leszel, mint az állat. Nem feltétlenül azonnal, akkor is hosszú-hosszú idő után, ugye nem feltétlenül kell 40 kg túlsúlyt cipelve például a térdeket, bokákat, egész gerincoszlopodat olyan szinten terhelni, hogy az később visszaüssön, mert visszafog. Mellette nem beszélve a vérnyomásodról, vércukorszintedről, amiről edző kollégának fogalma nincs, hogy ezeket utána kéne nézegetni, hogy éppen hogy áll, és lehetőleg ne, ahogy előbb említettem, infarktussal forduljál le a futópadról,
vagy leessen a vércukrod, és azt se tudod, hogy merre van előre, mert nem látsz, és éppen félig bekomába hanyatt esel valahol, és még esetleg a kis fejecskét is beütöd. Konditeremben vannak ilyen veszélyes részek, aztán lehet, hogy egész életedben ezért maradsz nyomorék, mert hülye edzőhöz mentél. Én azt javaslom mindenkinek, ha egyszer már odaig eljutott, hogy valóban nagyon-nagyon sok a túlsúly rajta, és fogyni szeretne, nézzen utána, hogy ennek milyen módjai vannak. Nem kell bedőlni az ilyen fasságoknak, hogy 30 nap alatt 30 kiló, meg hogy milyen ügyes, olyan ügyes, és ezt bárkival megcsinálom. Igen, meg lehet csinálni, nem is kell mondom edző hozzá, nyugodtan otthon menj oda a hűtőhöz, lapátolja össze mindent a kukádba, azt vág bele, és akkor vegyél egy csésze levest, tedd oda középre, és eldöntöd, hogy minden nap ez lesz a kaját. Hidd el nekem, ha nem is 30 nap alatt, de 3 hónap alatt 30 kilót, de 3 hónap alatt kurva sokat le lehet fogyni. Igaz, hogy kurva szarul fogod magad érezni, igaz, hogy lógni fog rajtad a bőr, mint mondtam, mint a sárpelyem, kurva csúnya leszel, egészségtelen lesz a bőrszíned, a szénhidrát hiánytól nem fogsz tudni gondolkodni, rosszul érzed magad, viszont belenéz a tükörbe, látsz egy kis és sovány sárpelyt, fantasztikus dolog lehet biztos, de én azt javaslom, hogy elégedjetek meg ezzel a havi akár 3-4 kiló, 2 kiló fogyással, amivel azért, ha egy évre kiszámolod, az igencsak ugyanúgy ott van a 30 kiló, és a bőröd nem fog lógni, nem lesz szar a közézeted, és ami legfontosabb, hogyha odafigyelsz és folytatod ezt a fajta életmódot megfelelő mozgás mellett, akkor meg is fog maradni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!